szépen a lehetőséget, hogy szépen fogunk vele. Nézzünk arra fel, azt mondták. Készfogása az együttműködési megállapodás aláírása után néhány napja egyezett meg Szekszárd polgármester és a Magyar Íjászszövetség elnöke arról, hogy a város melletti sötétvölgyi erdőben jövőre háromdimenziós íjászvilágbajnokságot rendeznek. A szervezők nagyjából 700 nevezőre számítanak, sokan közülük a szakák fellegvárainak számító Olaszországból, Franciaországból és Hollandiából érkeznek majd. Ez azt jelenti, hogy a kísérő személyzettel együtt nagyjából 1000 fő látogat 6 napra Szekszárdra. Nekünk kötelességünk minden lehetőséget megragadni, amikor a város egy kicsit meg tudjuk azt mutatni, hogy mire képest egy 33 ezeres megyeszéken, mint Szekszárd, és egy ilyen világeseménynek a megszervezése, lebonyolítás az mindenféleképpen egy ilyen célt szolgáló esemény is lehet. Azonban egyik oldala lehetőség, a másik oldala pedig a hatalmas feladat. A szekszárdi rendezés kifejezetten kedvez majd a hazai versenyzőknek. A szövetség nem titkolt célja ugyanis, hogy minél többen tudjanak indulni a magyar élvonalbeli mezőnyből. Több száz magyar versenyző is részt tud venni, és a költségeik ezzel, a költségeik a töredéke tud lenni annak, mint hogyha mondjuk a világ másik részére kellene, hogy utazzon. Tehát ez egy ilyen támogatás, amit a szövetség szem előtt tart, és ezért is vállalunk be nemzetközi versenyeket leginkább, hogy lehetőséget tudjunk biztosítani a saját versenyzőinknek. Az íjászvilágbajnokságot a tervek szerint egy év múlva, jövő augusztusban rendezik meg Szekszárdon.